Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, ahogy lehet látni állományok, melyeket mindenképp ismerni kell. Nem muszáj, ennélkül is jól el tudsz linuxozni, de ezeket érdemes ismerni, és tudni, hogy mit, hol és miképp tudsz állítani arra, hogy te normálisan testre tudsz szabni a felületedet, a gépedet, a rendszeredet. Ezek olyan kis állományok, amelyik a BAST, a ZSH-t, az automatikusan induló programokat és egyebeket szabályozzák, és ezzel kényelmesebbé, egyszerűbbé és professzionálisabbá tudod tenni a Linux-odat. Egyik sem olyan, amelyet soha és egyáltalán nem hallottál, és ezzel valami kitalált, jű, de nagy hekkelés, és aztán nagyon okos leszel. Nem, ezeket az állományokat mindenki ismeri, de azt vettem észre, itt-ott olvasgatva, különböző Discordot, egyéb csatornákat, bizony sokan azt se tudják, hogy mit, hol és hova kell beírni, vagy mihez kell egyáltalán nyúlni ahhoz, hogy egy minimális változtatást, egy kis hekkelést, egy kis beírogatást, egy kis jóvátételt tegyünk a Linuxunkhoz. Miért? Mert általában nem is szoktak az emberek olvasni. Na, lényeg az, hogy ismerd meg a Linux beállításait. Alapbeállításokról fogunk beszélni. Ezek jellemzően disztribúció függetlenek, azaz elméletileg bármelyik disztribúció alatt működnek. Természetesen én Arch alatt fogom bemutatni, mert én a magyar Arch-ot használom, de hát ez teljesen mindegy, a legtöbb egyéb disztribúcióban is valahol ezeken a helyeken kell keresni azokat az állományokat, amelyek az adott funkciót meghatározzák, illetve asztali környezet és ablakkezelő független, azaz ezek nem speciálisan az Xmonadhoz, az i3-hoz, a KDE-hez vagy a GNOME-hoz tartozó, hanem a Linuxhoz tartozó beállítások. Legalább nézd át őket. Nem kell belenyúlni. A legtöbb rendszerben ezek a beállítások nagy részt jók. Illetve hát ez egy-két beállításnál értelmezhetetlen, hogy nagy részt jók, mert mondjuk egy autostart beállításnál kérdés az, hogy neked mi az, ami el kell indulni, amikor elindul a gépet. Tehát az, hogy mi a jó, meg mi a nem jó, az a te egyéni preferenciád. Lényeg az, hogy tudd, hogy hol vannak, és mit állíthatsz be ott, hogy most hozzányúlsz, vagy csak érdekességként átlapozod őket, megnézed, hogy egyáltalán vannak-e nálad ilyenek, és egyáltalán tartalmazzák azokat a dolgokat, amikről beszélek, és hogyha majd neked szükséged lesz rá, akkor már tudsz hova nyúlni. Ami nagyon fontos, ezeknek a beállítása nem bonyolult, nagyon egyszerű, aki tud egy picit olvasni, ismeri a betűket, meg esetleg a Google keresőt, fordítót tudja használni, annak nem lesz gond. És egyszer kell beállítani, azaz vannak olyan állományaim, olyan beállítási, konfigurációs állományaim, amelyik már 8-10 éve közel ugyanolyanok. Hát egy picit bele szoktam nyúlni, hogy hát azért mégiscsak a tisztesség kedvéért itt-ott állogasson az ember, de amúgy ezek vihetőek tovább. Amiről beszélek, ezek általános, a legtöbb rendszerben megtalálható, ugyanazt állító dolgok, és nyilvánvalóan, hogyha áttérsz mondjuk egy másik rendszerre, logikusan átgondolod, hogy azok a funkciók, azok a beállítások, azok a konfigurációs állományok ott hol találhatóak meg, és belerakod ezeket az információkat, ezeket a parancsokat, ezeket a részeket, és ugyanúgy fog működni neked a géped. Ami nagyon fontos, ezek jellemzően rendszer szintű konfigurációs fájlok. Nem kell sudójog, tehát megnyugodhatsz, maximum, hogyha te nagyon valamit eltolsz, akkor a saját felhasználódként nem tudsz belépni, persze be tudsz jó eséllyel, de lényeg az, hogy oda kéne figyelni, meg legyen róla egy mentés, jó? Legyen róla egy mentés. Ennél fontosabb dolog egy konfigurációs fájlok szerkesztésénél, állomány szerkesztésénél nincs. Legyen indításkor, a szerkesztés elkezdésekor egy mentésed. Én kettő darab olyan gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami szerintem mindenki ismer, mindenki tudja elméletbe, de gyakorlatban ezeket hogyan lehet alkalmazni. Nekem van két darab scriptem,
Az egyik, az EdConf nevű, az a Magyar Arcsnak a saját kis szerkezete, egy nagyon egyszerű kis szkriptecske, már volt a blogomba szó, tehát onnan szépen ki tudjátok másolni, vagy hasonlót csinálhattok magatoknak. A ConfMent, hát pedig hát ez egyszerű kis mentő, faék egyszerűségű mentő programocska, amit bizony érdemes használni. Nézzük is meg, mi az, hogy EdConf. Hát hogyan néz ki? Ez egy válogató, kiválasztó eszköz. Megnyomom a gyors billentyűt, amit hozzá rendeltem, és ahogy lehet látni, megjelenik egy lista, melyik konfigurációs fájt szeretném szerkeszteni. Lefele, fölfele nyillal megyek, kiválasztom, rányomok, X-monádnak a konfigurációs fájlát szeretném szerkeszteni, leenterezem, és megnyílik a beállított, a scriptet megmutatom, a scriptbe beállított szerkesztő, és tudjuk szerkeszteni. Nézzük is meg, hogy maga a script micsoda. Ez egy nagyon egyszerű scriptecske, ami a Rofit, volt róla szó, egy kis ilyen, hát hogy is mondjam, kis eszközke, ami sok mindent meg tud jeleníteni, az előbb látható egyszerű módon. Természetesen azt egy kicsit lehet színesíteni, megváltoztatni a kinézetét, de jelen pillanatban ebben nem szeretnék foglalkozni. Nagyon egyszerű maga a script. Fölmentek a honlapra, gyors szerkesztést megkeresitek, és megtaláljátok ezt a scriptet, vagy hasonló scriptet. Fel van sorolva, hogy mit szeretnél szerkeszteni, kap egy nevet, ami legyen egy beszélő név. Ha az aliaszokat vagy az E3 konfigurációt szeretnéd szerkeszteni, akkor nyilvánvalóan nem Alma meg Körte lesz a neve, hanem micsoda, alias, ZSHRC, E3 config, PICOM, Xmonad, Xprofil, illetve a quit kilépés. Utána meg kell adni azt, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Az aliasznál be van írva, hogy ezzel a szerkesztővel, amit a végén megadunk, subl 3, szerkesztővel ezt a sort, ezt a részt, ezt az elérés utat, ezt a fájt légy szíves szerkeszteni. Azaz megmagyarázzuk neki, hogyha az aliaszra bökünk, leenterezünk, akkor legyen szíves meghívni a subl 3-as, akármelyik, amit neked kedvenc szerkesztőd, és legyen szíves ezt a fájt, ezt az elérési úton található fájt szerkeszteni. Azaz inkább favágó munka, hogy az alias megfeleljen az alias szónak itt, az elérési utat normálisan írt be, és aztán davaj, mehet tovább a dolog. A ZSHRC-nek hát azért jó lenne, hogyha éppen az elérési útját eltalálod, a ZSHRC szó, meg ez a szó itt is megfeleljen egymásnak, és utána a végre ez a te kedvenc szerkesztődöt beírod ide, aztán meg fogja nyitni. Ami inkább ennél lényegesen kényelmesebb, vagy fontosabb, hogy CP, tehát másold a megadott fájt, aminek ez a neve, ez a aliasza, vagy értelmezhetője, egy olyanra, hogy a neve, tehát az X-profilt, ha megnyitom, akkor az X-profilt másold be X-profil, aláhúzás, dátum és megfelelő dátum formátumba egy mentésre, tehát legyen egy másolatot, ahogy megnyílik ez a fájl, megnyitott szerkesztésre, látható, először csinál egy másolatot, és utána nyitja meg, szupi. Ennél jobb dolog nincs. Én sokat nyillottam azzal, hogy beleszerkesztettem valamibe, több részt szerkesztettem, nem indult. Ilyen az E3-as vagy a X-monádnak a szerkesztése, amikor bizony ki fogja írni neked, hogy nem stimmel valami, nem fog elindulni esetleg utána a rendszered, hogyha megvan ez a mentési fájl, jó sok szokott lenni, hiszen többször megnyitogatom ezzel a scripttel az adott beállítási fájl, jó sok van, kiválasztom az utolsó, ami működött. Igaz? Mert eddig is használtam a rendszert, átnevezem a megfelelő névre, például az X-profilra, és utána bizony már újraindítva a gépet, bizony működni fog, mert egy mentett, eddig jó eszközöm volt. A másik gondolat az,
hogyha ténylegesen tönkre megy a Winchestered, akármilyen adathordozod, amin ezek az adatfájlok vannak, ezek a beállítási fájlok vannak, a rendszered van, akkor milyen lehetőségeid vannak? Nyilvánvalóan, hogyha tönkre megy a Winchestered, a rendszerlemezed, akkor utána arra nem fogsz te tudni, hát bizony mentett fájlokat visszaállítani. Érdemes egy egyszerű scriptet összerakni, ami nekem a confment.sh nevű script, tehát igazából akármilyen nevet adhatsz neki, ami bizony megint fajék egyszerűségi CP, csinálj egy másolatot erről a fájlról a SXHKDRC-nek a beállító fájláról, egy bizony erre a média Laci adatmentés, ez egy USB stick, és ebbe a könyvtárba létszeres bepaklászni ezt a fájnak a másolatát, a parenc, azért fontos, hogy az elérési utat is legyen szíves ide szépen bemásolni, azaz, hogyha én fogom a sticket, az USB pent, és kihúzom, újra telepítem a rendszert, visszatugom, akkor már tudni fogom, hogy a Home Laci, ez az én vagyok a felhasználó, .conf, SXHKD, SXHKDRC-t, ezt egy az egybe be tudom másolni az adott könyvtárba, azaz lesz mindig egy mentésem. Az, hogy te ezt naponta futtatod, szerkesztés után futtatod, vagy beteszed az automatikusan futtatandó dolgok közé, hova is kell betenni azokat a parancsokat, amelyeket szeretnénk ciklikusan futatni. Na hova? Gondolkodj el ezen, és rakd be oda. Természetesen a Chrome-nak, tehát az időzítőnek a használatáról már volt cikk, meg hát amúgy is ismeri mindenki, nyilvánvalóan beteszem ezt a scriptet a Chrome-ba, és óránként lefuttatom, azaz szerkesztek, és lesz egy mentésem róla, mindig lesz róla egy mentésem egy különálló adathordozón, és utána semmi problémám nem lesz. Oké, ennyit az alapokról. Alapokról, mert bizony elő szokott fordulni kőkeményen az, hogy valaki nagy lelkesedése látja. Mondjuk a Magyar Árcsnak a videó csatornáján, hogy itt-ott szerkeszt ide, meg amoda, azt kell oda beírni, és igen, de aki ezt bemutatja, annak van egy gyakorlata, nagy gyakorlata van, és a szegény kezdő belelkesedik, és irogat, másolgat, csinál, kavar, és utána neki csak éppen kellemetlen dolga lesz, azaz problémái lesznek, ha nincs mentése. A mentés menti meg az embert, ha probléma van. Azt is hozzá kell tennem, hogy jó hosszú felvezetés után el kell mondanom, ez egy szubjektív válogatás, ezen kívül több tucat olyan konfigurációs fájl van, amit én egyáltalán nem is ismerek. Soha hozzá nem nyúltam, most be sem mutatok egy csomót, szubjektív válogatás szerint válogattam, és nem lesz teljes a válogatás. Azaz nehogy valaki azt higgye, hogy ebben a pillanatban a felsorolt pár konfigurációs fájl ide-oda szerkesztésével bizony ő, hát most csodákat fog véghez vinni, ez szubjektív válogatás. Nézzük is meg az elsőt. A Home a saját Home könyvtáradban lévő, felhasználói neved könyvtárban lévő .xprofil fájlról beszélünk. Ez nem minden rendszerbe van alapértelmezetten elkészítve. Nézd meg azt, hogy a te rendszered ezt használja-e, használja a legtöbb, és ebbe tudod beírogatni azokat a rendszer szintű vagy felhasználói parancsokat, programokat, hogy úgy mondjam, amiket te szeretnél a rendszer indításakor gyorsan egyéb autostart megoldásoknál picivel gyorsabban elindítani. Azaz egy autostart megoldást szeretnék bemutatni, ami egy picit haladóbb, egy picit jobb, egy picit gyorsabb,
mind a megszokott autostart beállítások. Nézzük is meg, hogyan működik, vagy miket lehet ebbe beleírogatni. Bocsánat, pontosítok. Azokat a programokat megnézzük, amiket én beleírogatom, illetve nyilvánvalóan nem nagy meglepetés, egy részét a magyar rács fejlesztői rakták bele, mivel ők tudják, hogy ezeknek indulni kell a magyar rács rendszerhez. Azaz, nézzük is meg ezt a fájt. Bár általában az emberek azt várják el, mert volt ilyen sorozat, vagy ilyen kis videó, hogy most én terminálba ügyeskedjek itt és varázsoljak, nem. Kifejezetten azért mutatom meg, hogyan indítjuk el, hogyan nyitjuk meg grafikus felületen, grafikus programmal mutogatom meg a dolgokat, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy ezt csak terminálba lehet szerkeszteni, és elmenjen tőle a keve. Természetesen, ha probléma van indításkor, indítás után nem úgy működik valami, nem indul el a grafikus felület, ezekbe bele lehet nyúlni egyértelműen egy terminálos programmal, terminálba is meg tudod nyitogatni ezeket, de hogy nehogy idegen legyen, ijesztő legyen, meg valamilyen fura rendszergazdai gondolatokat szülő, rémítő gondolatokat szülő dologra gondoljatok, egyszerűek ezek, grafikus felületen szépen lehet dolgozni vele, megkeressük az előbb elmondott X profil fájlunkat, látható, ezek a mentési fájlok. Azért van csak ennyi, mert tegnap telepítettem újra a rendszeremet, mert természetesen az előbb emlegetett rendszerlemez elhalás esete fent forgott, na nézzünk is bele. Ide megyünk, rákattintunk, megnyitjuk, avval a szerkesztővel, ami neked tetszik, rákattintasz, és egyértelmű. Indításkor fontos, és számodra elvárt rendszer szintű dolgokat itt megadhatsz. Az X-Rand nem meglepetés, ez bizony a monitoraim beállításait adják. Természetesen az összes monitorra megvan, hogy milyen felbontással, milyen méretbe szeretném látni azt a monitort, és hol helyezkedik el. A Rand nevű programmal használjuk ezt, illetve állítom elő ezt a sort, és ide bemásom. Tehát rendszer szintű dolgokat ír be az ember. Látható sima szövegfáj. Itt a kommentek, azaz nem kíváncsorok, magyarázatok, jegyzeteket, a kettős keresztel, hashtaggel fogunk kezdeni. Látható, be lehet irogatni, illetve ki lehet ebbe szedegetni azokat a sorokat, amit esetleg a disztribútor betett, mert neki fontos, de neked nem. De azért mindig olvas utána, hogy mit veszel ki, meg mit érsz bele. Pikom elindítása, nyilvánvalóan a magyar rács egy hosszú beírást használ, tehát egy soros megoldást használ. Én a konfigurációs fájt használom, Pikomról volt 3 cikk, érdemes átnézni. Nyilvánvalóan a többi is hasonló. Elindul ezek a programok, amikor a géped elindul, illetve belépsz a rendszerbe, és utána a másik fele, a másik blokk, természetesen a felhasználó programok indításának a lehetősége. Figyelj arra, ez az ablakkezelőd előtt fog elindulni. Azaz, hogyha neked esetleg egy konkid, vagy a Tint2-es panelod a i3-ashoz a beállítással, az X-monádhoz másik ablakkezelőhöz B beállítással működik, akkor innéd nem tudod rendesen indítani, itt el fog indulni. Akármelyik ablakkezelőt indítod, választod ki a login képernyőnél, ez elindul előtte, illetve hát vele együtt. Itt nincs lehetőség, hogy különféle SXHKD beállításokat indítsál az adott ablakkezelőhöz, azt az ablakkezelő autostart, vagy akármilyen megoldásába kell indítani, azaz egy globális indítási lehetőség. Tint2, konkrét transmission, altabb, akármi, ez bizony ide szépen felsorolod azokat a programokat, amiket szeretnél bizony indítani. Mindegyik után ezt a kis
et, illetve hát és jelet fogod betenni, hogy háttérbe legyen szíves futni, amire nincs szükség. Magyar Árcs példa. Az Ahutrával indítja el a PDF-ét, azaz, hogyha felteszed a Magyar Árcsot, az lesz az első, hogy amikor elindul a rendszer, elért tesz egy leírást, az, hogy elolvasd. Nagyon kényelmes, de a második indítás után, harmadik, negyedik indítás után már zavaró, mert elolvastad, értelmezted, kijegyzetelted, mert ez is fontos, hogy megtanuld. Nem azért készítik a leírásokat, hogy hű, de baromi jó, hogy hű, de nagyon szép és van, hanem azért, hogy megtanuld a rendszer használatát, a gyors billentyűzést, meg egyébként, akkor ki lehet ezt, vagy kitörlöd, vagy ki hashtageled, és utána bizony már van egy olyan rendszer indító autostart megoldásod, ami gyors, kényelmes. Mondja valaki azt, hogy ezt nem látják. Programindítás, az összes megfelelő kapcsoló paraméterek megadása, bum, jöhet a következő sor. Ha hozzá akarsz valamit tenni, akkor vagy következő sorba, vagy az előtte sorba teszel egy magyarázatot, vagy utána, parancs után, nem a parancs előtt, parancs után teszel hozzá egy értelemszerű magyarázatot, hogy az micsoda, nyilvánvalóan a Dunshoz, a Picomhoz, az X-ethez én nem szoktam különösebben hozzárakosgani, bár gyárilag ott van, ami angol, az az eredeti, én magyarul szoktam, azaz látható, nem egy nagy agysebészet, de ha indítani akarsz valamit, érdemes nem az ablakkezelőd autostart megoldását használni, ha az általános, hanem ide beírogatni. Na hát az egyik konfigurációs fájl ennyi volt, érdemes használni, szerintem ez a legkényelmesebb, univerzális, ablakkezelőtől független olyan beállítási lehetőség, ami elindul akár technikai dolgokat, hogyan nézzen ki a monitorod, akár pedig felhasználói programokat tudsz indítani, kényelmes, csak gépelni kell. A következő állomány az kettő. Azért, mert van, aki a Bast használja, és van olyan ember, aki bizony az ZSH-t használja. A Shell-nek a típusát adják meg, azaz, hogyha te ZSH-t használsz, akkor nyilvánvalóan a beírogatásokat nem a Bas RC-be fogod beletenni, ZSH RC-be. Én nekem nagyon egyszerű, lezanzásított ZSH RC-m van, de két-három olyan dologra szeretnék rámutatni, ami általános, tehát a Bas RC-be is használható. Ez a fájl határozza meg neked azokat a beállításokat, azokat a paramétereket, amiket a terminál emulátor, azaz a shell fog neked használni. Azaz gondold át, nézd meg, hogy mit lehet beállítani, tegyél bele például az ESH RC-be annyi kényelmi funkciót, amennyit te bele tudsz tenni, az összes kiegészítő, az összes beállítási lehetőség legyen olyan számodra, ami neked megfelel, mert ezzel kényelmesebbé, szebbé, jobbá, átláthatóbbá tudod tenni a Basnak, vagy az ESH-nak, attól függ, melyiket használod, a használatát, ezzel konfigurálod a seledet. Nézzük is meg, hogyan működik ez a dolog. Természetesen, ahogy láttátok, ez is a te saját home könyvtáradban található fájl, ZSH RC, azt használom, ZSH-t használok, vagy Bast használok, attól függ, hogy ki melyiket használja. Egyébként elvissza lehet váltogatni, a megnyitod, megnyitál, subletext editorral megnyitod. A gondolat, hogy te mit, hova, mit írsz, olvasd el az ZSH-nak a leírását, keres rá a tippek, trükkökre az ESH beállításnál, mert ez nem egyszerű, semmicske, picike, vacak shell, hanem egy professzionális, kényelmes, szépé tehető, sokat tudó, sok-sok-sok kiegészítőt tartalmazó eszköz. Ha sokat terminálozol, akkor ilyen nagy színezés, kiegészítés, a historinak a mérete, ezeket be kell állogatni egyszer. Nézzük is meg, ami számunkra igazán fontos. A Bas vagy a ZSH RC-be a leges legfontosabb, bár máshol is be lehet állítani, ez a sor.
pat, útvonal. Ez adja meg azt az útvonalat, amelyben a te seled, a te géped keresi a programot. Azaz, hogyha a megszokott program elhelyezési könyvtárakon kívül, például a home könyvtáramba a bin könyvtár, az nem egy átlagos könyvtár, oda raksz te egy scriptet, azt a scriptet vagy úgy indítod, hogy beírod, hogy home per Laci per bin per script enter, vagy megmondod a rendszernek, hogy bizony, hogyha én beírom a script nevét, akkor légy szíves keresni a megszokott helyeken, plusz a home könyvtárba, a bin könyvtárba is, és ha találsz egy ilyen nevűt, akkor légy szíves elindítani. Azaz a keresésnek, programindításnak így pontosabb, az elérési útvonalait leegyszerűsítheted, mert a géped ezekbe fog keresni. A felépítése nagyon egyszerű, hogyha egy új könyvtárat szeretnél felvenni, tudod, hogy a könyvtárnak a neve a home könyvtárba az Alma könyvtár, akkor ide mész a legvégérhez, a utolsó kettős ponthoz beírod, hogy home, tehát dollárjel home per Alma, és utána a kettős pont. Kettős pont van előtte, kettős pont van utána, és a végén ott legyen ez a jel, a dollárjel pat, hogy ő hozzátegye a gyárilag elismert, megszokott pat változókat, ezek egy változók, hiszen változnak a gépenként, változnak, azaz hozzátegye, hozzáillesz-e a többi pat változót. Ami nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, és szerintem az egyik legkényelmesebb dolog, az, hogy vannak aliaszok, ezek mindegyiken rövidítések. Az alias egy alapvető eszköz, például szeretnéd, hogyha beütöd az, hogy UPAL a parancsorba, ha nincs aliaszként ez definiálva, akkor nem történik semmi. De hogyha te az UPAL-hoz definiálsz, megmutatom, milyen egyszerűen lehet egy aliaszt elkészíteni, definiálsz egy darab parancsot, vagy parancssort, és utána már nem kell az egész hosszút beírni, hanem elegendő beírni a nevét, jelen pillanatban, amit emlegettem, az UPAL-t, és utána az végrehajtja az egész parancsot, ami mögötte van. Jelen pillanatban ez még csak úgy lebeg a nagy semmibe, de általában a BAS-RC-be, vagy a ZSH-RC-be szokták a végén ide-oda jól felsorolni ezeket az aliaszokat. Láthatóan itt is van egy pár, vagy valami ilyesmi, de nagyon jó ötlete volt a magyar rácsosoknak, hogy úgy gondolták, hogy ha valaki hát ezeket többet használja, akkor tegyük ki egy külön fájba. Tegyük ki egy külön fájba, és hivatkozunk. Azaz, ők kirakták a home könyvtárba, a saját könyvtárba, amiben te dolgozol, a konfigurációk közé, alias RC-be, ez egy szövegfáj, ezeket a aliaszokat, rövidítéseket, és bizony ezeket ott egybe találod meg, hogyha te BAS-t és ZSH-t együttesen használsz, egyszer egyiket, másszor másikat, mert egyszer egyik, másszor a másik tetszik, akkor természetesen nem kell mindegyikbe beirogatni az aliaszt, hanem megadod azt, hogy bocsi tesó, légy szíves az aliaszokat keresni a home könyvtárba, a config alkönyvtárba, pötty, azaz rejtett alkönyvtárba, és az alias RC-be légy szíves ezt megnézni, hogy vannak-e, és légy szíves beimportálni saját magadnak, és jegyezd már meg, hogy ott vannak ezek az aliaszok, felsorolva, nem szeretném én ide is, a BAS RC-be is, meg a többi shell típushoz is beirogatni az összeset. Ez egy nagyon fontos, ez egy nagyon kényelmi dolog, illetve a pat, az elérési útvonalra is mindig figyelj, ha beraksz egy akármilyen könyvtárba, előbb az volt a könyvtár neve, hogy Alma, de te a könyvtárad körte könyvtárba belerakod a scriptedet, akkor nem fogja megtalálni a rendszer, mert nincs megadva a padba. Erre is nagyon figyelni kell. A többi egyértelmű, olyasmi elolvassuk, hogy mi van föléírva, elírjuk a leírásokat és használjuk. Természetesen különböző pluginok,
egyebek használhatóak az ESH-hoz, meg természetesen a BAS-hoz is, de azt én kevésbé szeretem, kevésbé használom, és utána ennek a szerkesztésével tudod a selledet testre szabni, minőségévé tenni, értelmezhető, kényelmes, jó működővé teszed. Ezzel például használom az export, beexportálom az ESH-hoz az Ohmi ZSH kiegészítő csomagot, amiben a témát meg tudom változtatni, vagy 30 féle téma van, a promptnak meg egyébnek témája van, a leírásban ott van, hogy melyik hogyan néz ki. Be tudod állítani, pluginok is vannak, szépen ezek a pluginok, vagy 5 tucat plugin van, és be tudod ezt importálni, megadod, hogy milyen nevűek ezek, és bizony használni tudod. A sudo az egy nagyon egyszerű plugin, beírsz egy parancsot, enterezzel, kírja, hogy tesókám, hát bizony ez sudo jog, kell légy szíves elérni már azt, hogy sudo, akkor nem kell megnyitni újra, vagy hát beírni újra a parancsot, vagy felléptetni, és oda menni a parancshoz, hanem az utolsó parancsot úgy elő tudod hívni, hogy kétszer ráütsz az Escape gombra, és beírja, hogy sudo, és az utolsó parancs, és utána már csak Enter, és a jelszavadat kell megadni, ez pedig az ESH-en ajánlja, hogy melyik, hát kiegészíti a parancsokat, a parancs neveket, fölajánlja, hogy milyen van, és te bizony a tabbal tudod hát válogatni, nem kell annyit irogatni, mert az ember ujjai egy parancsoros komolyan munkánál el szoktak kopni, azaz ebbe, vagy természetesen a BAS RC-be tudod szabályozni a selednek a kinézetét, tulajdonságát, működését és az extrém dolgait. Nagyon érdemes átnézni. Ahogy lehet látni, elég sok minden nálam még ki van kommentelve, mert most állogatom be újfent ezt, hiszen a régi az tönkrement, a merevelemezen volt. Természetesen most eldöntöttem, hogy hát egy kicsit újra testre szabom, nem a 3 éve magammal cipelt ZSH RC-t használom. Ez időkérdése. A következő 2 darab file az már azt hiszem ismerős mindenkinek, az Alias RC, amiben az aliasokat rakták bele az emberek, a distribútor, illetve a Shotcut RC, hasonló, mint a Alias RC-ben lévő rövidített kis parancsok, elérési utak, egyebeknek a kezelését oldották meg. Mind a kettőre érdemes odafigyelni, mind a kettőnek a használatát érdemes átgondolni, miért, mert kényelmesebbé teszi a parancsoros munkát, kevesebbet kell gépelni, és gyorsabban be tudsz ugorni egy könyvtárba, gyorsabban el tudsz végezni egy munkát. Nézzük is meg, hogy ők mi a szöszök. Azt mondtuk, hogy a home könyvtárunkban van valahol olyan, hogy pöty config könyvtár, odalapozgatunk, config, érdemes, hogyha olyan a program, akármilyen program, aminél te meg tudod adni, meg tudod változtatni a konfigurációs fájlok helyzetét, lokációját, át tudod tenni másik könyvtárba, az összeset átrakni a .config könyvtárba, hogy nagyjából egy helyen legyenek. Persze van, aminek nem lehet, vagy nem egyszerű ennek a konfigurációs fájl megadását, elérési útnak a megadását megváltoztatni, avval nincs lehetőséget természetesen. Nézzük is meg, mi az, ami bennünket érdekel. Alias RC látható, az Alias RC-t szerkesztettem már, mert előbb a addconf-ba, tehát a konfigurációs fájl szerkesztő szkriptecskénbe bizony ott van az Alias RC-nek a szerkesztési lehetősége. Nézzük meg, mi van bent. Megnyitás és subletex-el megnyitjuk. Nagyon egyszerű. Sokkal egyszerűbb, mint a gyári magyar árcsos Alias RC. Én egy csomó mindent kiszedtem. Egyéni ízlés, hogy ki mennyit rak bele. Egyéni ízlés, egyéni felhasználási szokásuk, hogy ki mit aliaszozik meg, hogy így mondjam, és nyilvánvalóan van, akinek több kell, van, akinek kevesebb kell. Már beszéltem pár szót az aliaszról, a blogban volt róla szó, azaz nézzük is meg nagyon egyszerűen, hogy mit jelent, hogy aliasz. Van egy parancs, egy aliasz. Ő megmondja, hogy ezentúl aliasz,
ha beírod, Laci, a parancsorba, hogy up, al, akkor a rendszer legyen szíves paru, kötőjel, nagy S, Y, U, kötőjel, kötőjel, no confirm parancsot véghez vinni. Ennyi. Tehát most gondolj bele, up, al, ez 5 betű, ez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mondjuk 20 betű, és esetleg valamit elütsz, esetleg az eselé két kötőjel kerül, akkor már nem biztos, hogy úgy fog működni. Vagy itt update group, a groupot, a rendszerindító részt upgrade-eli, akkor bizony maradjunk annyiba, hogy itt oda kell figyelni, hogy mi, hogyan és pontosan működjön, azaz ezt a hosszút be tudod írni ennyiként, aliaszként, álnevet adsz hozzá. Oké? Ennyire egyszerű, hogyha te 100 000 kilométer hosszú parancsot ide beírsz, és az aliaszt, az A betűt adod hozzá, akkor az A betű enter azt a hosszú parancsot fogja véghez vinni. Ezt nem is kell tovább ragoznom, igaz? Mindenki átlátja, hogy nagyon kényelmes. A másik felhasználási módja nem a parancs rövidítés, hanem egy egyszerűbb dolog. Egy egyszerűbb dolog, ami igazából szükséges, nem szükséges, de szerintem nagyon jó dolog. Itt vannak ilyenek, hogy például alias grep. A grep egy parancs. Szent Isten, most van egy parancsom, meg van egy aliaszom. Akkor most mi lesz? Most megmondjuk a rendszernek, hogy a grep, ha beírod hogy ezt a parancsot, hogy grep, akkor a grep kötőjel, kötőjel, kolor egyenlő autó, tehát színezve indítsa el a grepet, tehát a grep szót helyettesítse be grep kötőjel, kötőjel, kolor egyenlő autó, és az utána a többi paramétert, amit a grep után te beírtál, parancsolva azt meg rakja mögé. Azaz kényelmesebbé, jobbá, esztétikusabbá tudod tenni, természetesen egy kis munkával, vagy az elkészített aliaszok használatával, megtanulásával, nyilvánvalóan, megtanulásával, megjegyzésével a munkádat, hiszen nem kell begépelni, hogy grep, kötőjel, 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 kolor, meg egyéb, hanem legyen szíves ő maga már oda betenni. A másik, ami nagyon kényelmes dolog, és nekem nagyon-nagyon tetszik, és eszembe nem jutott volna ilyet csinálni, az biztos, az egy 100%, aliasz-e. Tehát e betűt beírod, és hát bizony, nem azt fogja beírni, hogy Dollariel Editor, hanem a későbbiekben megmutatott helyen beállítható editor változót fogja ő oda betenni. Tehát, hogyha mondjuk ez az editor változó a Nano, akkor szerkeszteni szeretnéd a szövegfájlodat, akkor nem azt írod be, hogy nano szövegfájl, hanem e szövegfájl. És abban a pillanatban ő az editor változót megkeresi, és ha az nano, akkor oda beírja nano, és azzal nyitja meg az adott fájlt. Tehát nagyon kényelmesen tud tenni olyanokat, amit hát bizony hát napi szinten használunk. Sokszor be kell írni nano, akármilyen fáj, elég az elérési utat bepötyögni, még hogyha kiegészítő, autókiegészítő van, akkor is hát, na hát, tab-tab, meg egyéb irogatása mellett, de azért egy kicsit gyorsítja ez a gondolat. Azaz nagyon-nagyon kényelmes, nagyon jól használható dolog. Nézzük meg a shortcut. Nézzük meg, mi van benne. Ez pontosan ugyanaz, mint hogyha az aliaszba írtad volna be, itt más a szerkezet. Az aliasz RC-be, az én szemléletembe én alakítottam át így, az a átlátható számomra, hogy aliasz, név, egyenlő, parancs. Itt egy kicsit másképp oldották meg, aliasz, egyenlő, első aliasz, és minden aliasz sor után egy visszapert tesznek, és így hát bizony automatikusan elé kerül a program eszejárása szerint bizony az aliasz. Ezeket kicserélhetnéd, vagy átalakíthatnád úgy is, hogy kitörlöd a visszapereket, és mindegyik elé odaírod az aliasz, ki melyiket szereti. Arra figyelni kell, hogy minden sor, minden parancs végén
levágd egy visszaperrel, és az utolsó mögé ne kerüljön. Jó? Tehát erre figyelni kell ennél a megoldásra. Ezek is ilyen aliaszok, de például annyi aliasz, és ez nagyon jó ötlet, eszembe nem jutott ilyen aliaszt kitalálni, ilyen rövidített utat kitalálni, beütöd a terminálba az, hogy D, és ő CD, Home könyvtár dokumentumba oda megy, és eles a kilistázza a ott lévő dolgokat, azaz egybetű leütésével két funkciót megspóroltál, leegyszerűsítettél, de nézzétek meg a következő megoldás is, ami szintén egy nagyon kényelmes megoldás. Ezt a javítást már kétszer meg akartam csinálni, és most megcsináltam, egy ő betű volt oda elütve. Óra kijavítottam, nagyon frankó. Lényeg a lényeg, a másik rövidített megoldás, szintén aliasz-szerű, beüti, hogy CFB, az azt jelenti, hogy az editort légy szíves meghívni, és a basrc-t nyisd meg. Szuper! Azt hiszem, ennél kényelmesebb dolog nincs, ha te sokat fejlesztesz, sokat írogat, sokat, hát hogy is mondjam, szerkezgeted, hát elején bizony a konfigurációs fájlokat, E3-os, egyéb konfigurációs fájlokat sokat-sokat szerkezgeted, akkor bizony nem kell beírni, hogy nano, hullámvonal per config per E3 per config, az E3 konfigurációs fájla, hanem begépelt, hogy CFC, enter, és odaugrik, megnyitja az editorral, amit definiálunk, hogy milyen editort szeretnénk használni. Itt hívom fel a figyelmet, hogy ami ilyen dollárjellel kezdődik, azt valahol, akárhol, nem akárhol, a megfelelő helyen definiálni kell, azaz magától ő nem fogja kitalálni, hogy mit jelent ez a változó. Ez egy változó, ami bizony egy megadott szöveg, megadott értéket helyettesíti ide bele, a dollárjel editor behelyettesíti a megadott dollárjel editor változót ide, jellemzően a nanót, és akkor bizony-bizony egy meghívással, egyetlen egy helyen való esetleg megváltoztatásával. Tehát, hogyha ott, ahol ezt definiáljuk, megváltoztatom a nanót Suble 3-asa, akkor az összes olyan script akármi, ami meghívja az editor változót, az már tudni fogja, hogy nem nanót, hanem a Suble 3-ast kellene meghívni. Azaz nagyon jó dolog. Gyors könyvtár elérés és listázás vagy akármi, nagyon kényelmes dolog. A másik, ami nagyon kényelmes, 2-3 betű logikus config file, és a névnek az első betűje, vagy valamilyen rendszer szerint összerakott kis gondolatsorral villámgyorsan megsporolsz ilyen hosszú beírásokat. Szerintem eznél egyszerűbb és jobban használható cucc, hát kevés van, amivel kényelmesebbé tudjuk tenni az életünket. Nézzük is meg. A következő dolog, ami nagyon fontos, ez a következő fájl, ami nagyon fontos, a profil. Pötty, profil a saját könyvtáradba, X nélkül. Az X profil indítási parancsokat tartalmaz, egy autostart, fogalmazhatunk így is, biztos vagyok benne, hogy rendszergazdák, hozzáértők most fogják a fejüket, hogy hogyan mondhatok ilyet, mondjuk egy autostartnak el tudod képzelni. Pont profil a te profilodat adja meg. Mindjárt meg is nézzük, miért olyan érdekes és izgalmas a pont profilnak a pontos kitöltése, az odafigyeléssel átgondolt kitöltése, az előzőek tükrébe. Nézzük is meg ezt a fájlt, hogy mit tartalmaz. Visszamegyünk a home könyvtárba, és azt mondjuk, hogy pötty profil. Keresünk egy olyant, hogy pötty profil. Itt van, rákattintunk, és megnyitjuk, az nyitod meg, amivel akarod, én ezzel nyitottam meg. Kettő olyan dolog, ami neked fontos. Kettő. Hozzáteszem, kettő. Az első a PAT változó, ami egy nagyon érdekes és hasznos dolgot ír ide, beírhatod. Természetesen a BASRC-be is beírhatod
akár a ZSHRC-be is, de ez globálisan a te felhasználói rendszeredbe globálisan adja meg a PAT az elérésült változókat, de itt van egy kis trükk. És erről is volt már egy pár szó a blogomban, de igazából gondoljuk át. Export, légy szíves beexportálni a tudatodba, mármint a gép tudatába, hogy a PAT változó az a eddig megadott PAT változó plusz atya ég, du, home, lokál, bin, atya ég, mi a szöszed, kut, kötőjel, F2, TR szed. Na hát, aki a szedet ismeri meg a kutot, az már sejti, hogy itt valami variációk vannak az oszlopokkal, a nevekkel, a bent lévő szöveggel. Ez nagyon jó dolog. Azt mondja, hogy légy szíves a PAT-hoz hozzáadni a home könyvtáromban lévő pötty lokál. Ez egy olyan könyvtár, ami hát a lokál könyvtárnak megfelelő, csak a te rendszeredhez, tehát te felhasználódhoz tartozó lokálnak megfelelő könyvtár, amiben vannak különböző parancsok, ilyen felhasználói, egyéb dolgok, amit a magyar ácsosok raktak össze, és belerakták ebbe a könyvtárba, és hogy megtalálja a rendszer, természetesen meg kellett tenni a padba, és hát pont lokálba, a BIN könyvtárban lévő akármibe, légy szíves, megnézze az összes-összes-összes alkönyvtárat, és az összes-összes alkönyvtárat légy szíves berakni a padba, azaz nem csak a lokál, pont lokál per BIN könyvtár, vagy akármi, amit ide beírsz, fog belekerülni a padba, hanem annak az összes alkönyvtára. Ennélkül nem fog belekerülni az alkönyvtár. Azaz itt már alkönyvtár szerkezeteket is tudsz használni, úgyhogy megadod az főkönyvtárat jelen pillanatban a pont lokál per BIN-t, és az összes-összes alkönyvtárát is belepakolja automatikusan a BIN-be. Azaz, hogyha te ebbe a könyvtárba létrehozol egy új alkönyvtárat, az ennélkül automatikusan nem kerülne bele az elérési útvonalba, hanem ezzel a parancssal, amikor elindul a gép, ez lefut, végignézi a pont lokál per BIN könyvtárba található összes alkönyvtárat, és szépen felsorolja szép hosszan a padba, azaz nem kell kézzel beírogatni utólag, ha egy újabb könyvtárat létrehozol ebben a könyvtárban. A következő természetesen export editor, már mindenki tudja. Én mindig azt mondtam, hogy nano, természetesen új telepítés, és ebben a pillanatban a Vim, ez a kedvenc, FVim meg egyebek, MVim, a programozóknak a kedvence, de azért én a nanóval jobban kivagyok békülve, más meg azt nem szereti. Ezentúl ettől a pillanattól, illetve újraindítástól az export editor bizony az editor változó a nanó lesz. A nanó lesz mindenhol, ahol te azt láttad beírva, hogy Dolly Ariel, meghívunk valamilyen változót, változó név editor, vagy amit beírsz, editor, meghívod a változót, ezentúl nem az előzőekben látott, akármilyen Vim változat lesz a editornak a neve, hanem nanót fogja meghívni. Természetesen terminál alakriti, szeretem, hogyha valahol terminál változott, Dolly Ariel terminált írtam be, oda bizony az alakritit meghívja. A fájkezelő, na hát villám gyorsan írni, eltüntetjük ezt, és beírjuk, hogy SPACFM, és nem felejtjük el a legfontosabbat, Ctrl-S, azaz lementjük, és a későbbiek folyamán, ahol olyan változó van, hogy $jar file, tehát a fájkezelőt szeretnéd meghívni, amit globálisan változónak megadtál, akkor bizony a SPACFM-et fogja meghívni. Logikus, frankó, első osztályú. A következő blokk már ennél egy kicsit bonyolultabb, számunkra kevésbé érdekes, mert jól van beállítva, nem is kellene piszkálni. A les, illetve a manoknak a kolor, a színét adja meg, azaz itt megadott, hogy melyik, hát
iromány a manba, a manuálba, az bizony milyen színű legyen, első osztályú. Oké? Tehát arra nagyon figyelj, hogy két olyan fontos változat kell, hát ebbe változtatgatni, ami számodra fontos, a patot. Ez globálisan adja meg a te felhasználói nevedre, felhasználói dolgaidra a patot, és függetlenül attól, hogy melyik ZSH-t, BAS-t, SH-t, akármit használsz, a pat értéke itt megvan adva. Érdemes elgondolkodni rajta, és én elgondolkodtam rajta, eddig is csak még nem volt kedvem és időm, meg indítatásom ezt átírni, hogy itt a BAS RC-ből, illetve nálam az ESH RC-ből átköltöztetem az összes pat változót ide, és utána már akármit használok, BAS-t, vagy ZSH-t, vagy akármelyiket meg fogja találni az adott könyvtárat. A másik az, ha használsz editor változót, vagy egyebet, akkor természetesen ezeket be kell írni. Nagyon sok olyan változó van, amit nincs felsorolva, mert nem általánosan használt saját változókat is definiálhatsz, ha éppen olyan kedved van. Nagyon egyszerű. Ennél többet erről igazából mondani nem tudok, de ezek a változók itt definiálhatóak. Ha nem aludtál el idáig, már 2 perc van hátra, nagyjából home, laci, pöty, config, user, kötőjel, dirsz. Szerintem az emberek 99%-a ehhez az életbe hozzá nem nyúlt. Pedig ezt érdemes megnézni és tudni, hogy itt milyen változószerűségeket definiálunk. Nézzük is meg, miről is beszélek. Nézzük meg, miért tartom én ezt ennyire kellemesnek. Config, user, dirsz. És mit látunk? Hát bizony nem valami izgalmas dolgok, mindenfajta beírogatások vannak, de ezek a változószerűségek nagyon jók. A géped nem úgy dolgozik, mivel hogy több nyelvűek vagyunk, és ezek a könyvtárak, asztal, letöltések, sablonok, nyilvános könyvtár, dokumentum, zenék, képek, videók, egyebek, azok minden nyelven más szóval, más-más könyvtárnével vannak jelölve. Tehát a programok, hogyha mondjuk a Chromium, vagy a Firefox, vagy akármi a letöltési mappát keresi, az nem úgy fogja megkeresni, hogy jé, te magyar vagy, nézzük meg, hogy bizony magyarul hogyan mondják azt, hogy domfló, hát viszony az letöltések lehetnek, keressük meg, van-e ennek letöltési mappája. Nem. Ő azt mondja, hogy az letöltéseket az XDG download dirbe szeretném elhelyezni, amit hát bizony ez a file definiál, hogy ezen a rendszeren a home, hát mondjuk Laci, alkönyvtárba letöltések néven fogja megtalálni. Azaz, azok a programok, amik intelligensen fel vannak arra készítve, hogy a doksikat, a dokumentum könyvtárban legyenek szívesek már belegyömöszölni, automatikusan azt ajánlják fel, hogy oda akarnak menteni, azok nem azt tudják, hogy dokumentumok magyarul, hát a rendszer magyarokat biztos, hogy kellene keresni, hanem azt mondják, hogy hát bizony a mentésed legyen, ezt te nem látod, csak ők csinálják a háttérben, XDK, aláhúzás, dokument, aláhúzás, dir, és bizony megkeresik ezt a változót, amit a rendszer készítője, a disztribútor készítője, a fordítók megadtak, hogy bizony a home könyvtárban dokumentum néven légy szíves keresni. Azaz, hogyha te azt szeretnéd ezen túl, hogy a dokumentum könyvtárban mentő programok, amik ezt használják, azok legyenek szívesek ne a dokumentumok könyvtárat használni, hanem a kiskutya fülét, mert ilyen könyvtárba szeretnél menteni, akkor itt átírod a home per kiskutya fülére, és ezentúl a könyvtárat ott fogják keresni, és oda próbálnak menteni, azt ajánlják fel, kivéve, hogyha te a programba másképp nem definiáltad. Azaz, itt a lokalizált könyvtár neveknek az elérési, tényleges elérési útvonalát tudod megadni, ami alapból megvan adva, de gyakorlatilag át is írhatod. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, kicsit hosszú lett, de remélem volt bent hasznos gondolat is.
illetve mindenkinek azt mondom, hogy ezeket és az egyéb konfigurációs fájlokat legyen szíves megkukkolni, megnézni, hogy mi az, ami ottan benne van, és mit tudott állítani, mert bár ez az utolsó csak egy kis érdekesség, inkább mint igazából hasznosságú, de egy alias összeállítás, amit te szépen magadnak összeállítgat, az kényelmesebbé tudja tenni a shortcutok között összerakott dolgok, azok is aliasok egyébként, egybe is lehetne rakni, de hát mindegy, két felrakosgatták, azok is kényelmesebbé tudták tenni az életet. Az autostart megoldás az X, hát annál jobb dolog nincs. Nem kell kézzel elindítani indítás után azokat a démonokat, háttérbe futó programokat, inkább így mondom, ma a démonok azért mások, háttérbe futtatandó programokat, egyebeket, bizony nem kell kézzel elindítani a Dunstot, a Tint2-es panelomat, nem kell a Konkimat elindítani, nem kell mondjuk esetleg elindítani a háttérképkezelőt, vagy egyebet, hanem automatikusan be leheted a rakni, és akármilyen rendszert indítasz, ablakkezelőt, akkor bizony egységesen elindulnak. Nem kell mindegyikbe, ha többet használsz, külön beírogatni, megvan mindegyiknek a lehetőség természetesen, és kényelmesebbé teheted az életedet. Köszi szépen, sziasztok!